Kivigyem a Scottot? Nem. Vagy kivigyem az SX-et? Nem. Kiviszem a Mama Bike-ot. Rögtön jövök. Kipróbáljuk, milyen? Gyerünk tesztőrre. Kanyarodik. Húha, diffi kipörög. Fék van, jó, gyerünk. Hoppá, ez felütött. Vigyázni kell az emberekre, ne üssük el őket. Megnézzük, milyen itt a terepen a Mama Bike. Ú, itt van valami gyalogösvény, ez jó lesz elsőre. Három nyomom van. Nagyon jó az a jármű. Csengőt hangolni kell. Néhé érzem, hogy kikapar a hátulja. Úgy óvatosan. Hoppá, most is. Érdeklik, eladulok el sok. Szép kockaházak lesznek. Jó szürkék, az kell a népnek. Odrész, hogy pörög. Másik irány. De nincs tempó. Aha, meg volt. Jó lesz az. A diffi működik tökéletesen. Nem tudok vele úgy rajzolni, mint egy BMW-vel, de se baj. Kipróbáljuk, milyen hosszú távon csapatunk egyet. Nem borulok fel, kérem. Nem borulok fel, nagy dolog. Kanyarodás kicsit necces, de se baj. Menjünk vissza itt a nyomon. Hát azért az a nagymama, aki ezt tekeri, hát hogy is mondjam. Ja, váltó, még nehezebben lent. Ez a könnyű. Hát ki kell állnom, hogy kell tekernem. Mert jó, mert nem borul fel. Saját nyomomon vissza rodehúzok. Hát, nagy valakban. Ilyen ez a Mama Bike. Csak laposan szabad ilyet használni. És megérkeztünk. Hoppá! Hú! De jó vagyok. Viszont csak akasztó, nem volt kedvem kifúrni.
Az a baj.